Üdvözlöm Önöket! Edith Piaf 100. születésnapjának emlékére készült a Piaf Menet című koncertelőadás, amelynek bemutatója december végén, az első repríze pedig múlt héten volt a Kosztolányi Dezső Színházban. Maga az előadás az Újvidéki Színház és a Kosztolányi Dezső Színház közös produkciója. 100 éve született Edith Piaf, a francia sanzon felejthetetlen csillaga. Ennek emlékére 20 ismert és kevésbé ismert Piaf sanzon hangzik el a Kosztolányi Dezső Színház és az Újvidéki Színház közös előadásában. A főszerepet Mezei Kinga játsza, a zongorista Varga Iván, a férfi szerepeket Szabadkán Mészáros Gábor, Újvidéken pedig Kőrösi István alakítja. A darab különlegessége, hogy a színészek francia nyelven kommunikálnak és énekelnek a színpadon. Ez a te ötleted volt, Kinga, ha jól tudom, hogy Edith Piafot szeretnél csinálni, mert egészen onnantól kezdve, hogy prózai szerepbe egyszer már játszottad, és az mekkora csapda lehetőség, vagy mennyire vékony ég, hogy kizárólag csak dalokból épített fel az előadást, és mégis megadod a dramaturgiai ide. Azt nem tudom, hogy mennyire csapda lehetőség. Az biztos, hogy ez nem egy egyszerű választás. Tehát egyrészt ugye a dalokat szinte koncertszerűen kell felépíteni, lévén, hogy ez tulajdonképpen félig egy koncert. Másrészt, miután mégiscsak beleszőjük a dalokba és a dalok közötti nagyon pici átkötésekbe azokat a nagyon jellegzetes vagy nagyon jellemző, rájellemző akár figurák megjelenését, akár pedig az ő habitusából kicsi szegmenseket. Ebből mégiscsak egy színházi előadás lesz. És ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg hosszasan, Góli Kornéliával hosszasan gondolkodtunk azon, hogy ennek mi a lehetősége, vagy mi a nyitja, vagy mi a kulcsa. Hogy nem tesszük bele, tehát nem tömjük tele szöveggel, és mégis valahogy megpróbálunk egy olyan átfogó képet adni, vagy nem átfogó képet, de a mi képünket róla, amiben viszont csak eszenciálisan tesszük bele azokat a dolgokat, amik rá jellemzőek. Iván, neked már nyilván nagy rutinod van a zongoránál, ez nem kétséges, de azért egy előadás szintjén ez ugye egészen más jelent, sok minden másra is figyelni kell ilyenkor. Teljesen más. Ugye koncertekre már vettem el is színpadon, de azért egy színházi előadás az merőben más. Főleg úgy, hogyha végig zene szól. Tehát azért itt ugye 21-22 dal van, és hát a sanzon műfaja az egy külön történet, ugye nincs tempó, és folyamatosan figyelni kell az előadóra. Mennyire könnyen csiszolódtatok össze Kingával? Nagyon gyorsan és nagyon könnyen, azt kell, hogy mondjam. Hát Kingáról csak jót tudok mondani. Nagyon jól össze is válogatta a dalokat, és jó volt a közös munka. Egyébként tehát a te antréd, ugye, és akár a kimenetelés, tehát a záró rész és a tiéd, ahol gyakorlatilag nem zenészként nyilvánulsz meg, hanem akár színészként, és abban az adott pillanatban, vagy abban az adott egy percben. Így van, hát... Amikor elindult a próba folyamat, akkor így lassan adagolta Kinga a dolgokat, hogy milyen szerep vár rám, ugye nem csak az, hogy zongorán kísérek, hanem lesz egy-két kisebb szerep, de aztán így gyorsan belerázódtam, úgy érzem. Gábor, ti alternációban játszátok a szerepet a Kőrösi Pityóval, gyakorlatilag egész darab folyamán csak asszisztáltok Kingának, illetve az Edith Piafnak a szerepben.
Aztán még, hogy ez egy megvan csavarva egy ilyen alternatív megoldásra, ez mennyire nehezít a dolgon? Amikor dolgoztunk, akkor amikor készült az effektív próba, az úgy a bemutató előtt egy-két héttel, akkor jöttünk csak először térbe színpadra, akkor jött a Pityu is, és úgy ketten csináltunk mindent, ő nézte, hogy én mit csinálok, akkor én néztem, hogy ő hogy viselkedik így a koreográfiákban, meg így a magatartása a színpadon, és akkor így lettünk ketten, aztán pedig, amikor megvolt az itteni bemutató, ugye jött a Pityu is, és akkor én is elmentem Újvidékre, és olyan más volt nézni, hogy teljesen mintha két külön előadás lenne, persze azért, mert hogy benne vagy, akkor teljesen más, mint amikor nézed, de nagyon izgalmas. Ez azt is jelenti, hogy lényegében leutánoztátok egymást, tehát ugyanaz a karakter, hasonló mozdulatsorok, hasonló habitus, tehát minden megvan? Tulajdonképpen igen. Annyi, hogy ugye hát mivel teljesen más két személyiségről van szó, így hát nem is lehet teljesen ugyanaz. Végül is látható, szóval, hogy a gesztusok persze igen, de más azért természetesen a két ember miatt így. Azért neked van egy hatalmas előnyöd, mert hogy a kisveréb még kisebbnek tűnik mellette. Pontosan a Piaf, még kisebb Piaf. Mi a titok, hol vannak a mankók? Akkor, amikor nem a saját nyelveden kommunikálsz, sőt olyan nyelven kommunikálsz, amit nem is bírsz még társalgási szinten sem folyékonyan. Nem tudom, tehát én... Kamuzol például, hogy, mert hogy a közönség úgy se érti, tehát hogy... Nem. Nincs ilyen. Aha. Nem. Én egy éve kezdtem tanulni ezeket a dalokat, vagy korepetálni az Ivánnal. És hát már előtte tanulgattam, de az Ivánnal konkrétan egy éve dolgozunk ezeken a dalokon. A kiejtés tekintetében maximálisan elsősorban őre hagyatkoztam, tehát őt hallgattam. És már csak azért is, mert hiszen ő még a franciák között is egy kicsit kívülállónak számít, például az erjeiben és egy csomó olyan francia szót máshogyan ejt, mint ahogyan a franciák. Tehát azért volt ő a franciák között is különleges, vagy... Tehát ő pörgeti az erreket, és kevésbé racsol, tehát kevesebb helyen racsol. Tehát emiatt azt az utat választottam, hogy tőle. Amikor már ez megvolt, akkor természetesen meghallgattattam magam olyan emberekkel, akik birtokolják ezt a nyelvet. Ide januárban újra Szent Tamás volt a népzene fővárosa Vajdaságban. Az Őseink zenéje rendezvény, amely évről évre nagyszámú érdeklődőt vonz, 14. alkalommal adott lehetőséget arra, hogy a népzene kedvelői találkozhassanak. Brasnyó Antal Brácsa művész és nagyzenekarának koncertje volt az egyik fő momentuma az idei Őseink zenéjének.
népzenei találkozót évről évre a néptánc, valamint a népi hagyományok ápolása és a vajdasági magyar népzenészek affirmálása érdekében szervezik meg Szent Tamáson. A Kárpát-medence csak nem minden tájegységének zenéjét felölelő műsort a zenészek mindössze pár nap alatt készítették elő. A Szent Tamási születésű Brasnyó Antal vezetésével az Óbecsei Fokos, a Topolyai Csalóka, valamint a Szabadkai Juhász zenekar tagjai és Szabó Árpád népzenész közel másfél órás közös produkcióval lépett színpadra. Január 4-e, 5-e, 6-án Orgoson a Túrő tanyán volt egy próba, és ott az a pár nap alatt összeállítottuk ezt a repertoárt. Ez a műsor egy koprodukció, egy közös muzsikálás, ahol nem azt csináljuk, hogy a zenekaroknak a meglévő számait muzsikáljuk el, hanem külön így egy nagy zenekarként készültünk teljesen új számokkal, amik a ma este folyamán fognak először elhangozni. Békességes utakolján, békességes utakolján. Egyszerre megszólal 14-5 hangszer, és hát ennek akkora ereje van, hogy magával ragadja a közönséget, és azt hiszem, hogy ennek az nagyzenekaros felállásnak ez a legnagyobb erénye, ezért több ez, mint amikor egy zenekar kiáll. Mi feladatunk, úgymond, amit Brasnyó Anti ránk osztott ma, az egy felcsiki muzsika, egy felcsiki muzsikának az összeállítása volt. Remélhetőleg sikerrel fogjuk ezt véghez vinni, és mivel ugye műsornak a zárószáma, ezért fontos számunkra, hogy ez a műsorszám jól sikerüljön. A Szent Tamási sportcsarnokban teltházas közönség fogadta a műsort. A koncert elnyerte a nézők tetszését. Az idei esemény nagyon tetszett, szerintem az egyik a legjobb produkció volt, mert rendszeresen járunk, és szerintem egy nagyon jó produkció volt. Ha hiszi, ha nem, először vagyok itten. A kislányommal érkeztünk, úgyhogy nekünk nagyon tetszett. Ó, nagyon jó volt, tényleg. Eddigiekhez képest az egyik talán legjobb volt. Nagyon tetszett, tényleg. Lenyűgöző volt. Nagyon szép volt. Idáig majdnem mindegyiken voltam. Szerintem ez az idei, ez a három hazai zenekar. Nem kell nekünk külföldi. Jó nekünk a haza is. Számos kísérőprogram követi az őseink zenéjét. Az esti koncertet megelőző vajdasági kézimunkacsoportok és népművészek Szent Tamási találkozóján a kézimunkázók társalgás mellett folytattak szakmai eszmecserét. Itt mindenkinek van gyermeke, unokája, akik talán valamikor egy picit beragadnak majd a népzene körül, a népművészet körül, talán olyan mesterségekhez fognak majd hozzá kiegészítőként, hobbiként, amik itt a körünkbe is meg lehet találni, és erre építettük fel a mai tea délutánunkat is. Újdonsággal is bővült az idei esemény. A szervezők a legfiatalabbak számára gyermekprogramokat is szerveztek. Itt a népzenével foglalkoztam velük, tehát egy dalocskát tanultak meg, pár tánclépést, és ugye ezt a dalt végül is elő is adták a gyerekek, tehát ők voltak a szereplői. Az őseink zenéje 14. alkalommal került megrendezésre. A rendezvény fő célja a népzene és a néptánc hagyományainak megőrzése és továbbadása az ifjabb nemzedékeknek.
A 14 év alatt föllépett itt Szent Tamáson a Kárpát-medence nagyon-nagyon sok jelentős és fontos zenekara, népzenésze, táncosa, énekese, és mondhatom azt, hogy ez alatt az idő alatt sikerült bemutatnunk a Kárpát-medence mindegyik tájegységének a népzenéjét. A népzenei találkozó hajnalig tartó táncházzal zárult. Az Etnokor Együttes jótékonysági koncertműsorral kezdte az évet. A kortárs népzenei formáció előadásából következik most egy részlet. Január 15-én tartották meg Zenten a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségét. A rendezvényen a Vajdasági Magyar Szövetség legrangosabb elismeréseit is átadták. Harangszóval kezdődött a program a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségén Zentán. Az eseményen felszólalt Jászmina Mitrovics Márics, Szerbia köztársasági elnökének tanácsadója, Balogh Zoltán, Magyarország emberi erőforrások miniszterének levelét pedig Raffai T. Ágnes olvasta fel. Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke beszédében kiemelte, ezen a napon nemzeti alkotmányunk, kultúránk előtt tisztelgünk. Legalább ezen a napon ideje visszatérni a forráshoz, ahhoz, ami miatt valóban ünnep számunkra ez az ünnep, ami miatt minden esztendőben ide szólítanak bennünket Kárpát-medencei templomaink harangjai, el nem oldható, soha ki nem hűlő tűzhelyünk köré.
Ideje visszatérni kölcseihez és a himnuszhoz, amelynek minden sora időszerű és korszerű, most már így időzelek nélkül, amelynek minden sora rólunk és hozzánk szól. Az eseményen részt vett Rétvári Bence, a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára is. Úgy fogalmazott, hogy a hagyományainkat és értékeinket a felmenőinktől örököltük, és minden erőnkkel azon kell tevékenykednünk, hogy ápoljuk és óvjuk kulturális hagyatékunkat. Modernkori bevándorlásnak a korszakát éljük, akkor úgy látjuk, hogy párizsi merényletekkel, kölni szilveszterrel az európai értékek és az európai életmód került támadás alá. Azokat az értékeket, azokat a kulturális értékeket, amelyeket megtettünk, azoknak nekünk büszkének kell lenni. Meg kell védeni és minél inkább terjeszteni, megélni, átélni kell. Ezek az értékek és ez az életmód számunkra nagyon fontos. Nem kívánunk az életmódunkon változtatni, hiszen mi vagyunk azok, akinek az életmódjához, azoknak, akik esetleg ide szeretnének jönni törvényes módon, akiknek az életmódjához másoknak kell alkalmazkodni. Az ünnepi köszöntők után átadták a VMMS legrangosabb elismeréseit. Magyar Életfadíjban részesült Albert János, szabadkai nyugalmazott színművész, Balogh Pál bácskertesi művelődés szervező, Kriszbai Hajnalka verseci pedagógus anyanyelvápoló, és Szőke Anna kishegyesi nyugalmazott óvodapedagógus, népművelő, néprajzkutató. Aranyplakettet kapott a 70 éves nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. Köszönöm mindenkinek, aki bízott bennünk, mert lassan a szormány szormánya lesz Nagybecskerek, de azért nem adjuk fel. Plakettdíjat kapott a Topolyai Cirkalom táncegyüttes, a szabadkai Juhász zenekar, Széchenyi Jolán, torontálvásárhelyi tanárnő, Takács József, horgosi művelődés szervező, valamint Szabó Magda, tornyosi óvónő, kézműves és gyűjtő. Szeretném megköszönni legelőször is azoknak, akik beneveztek erre a díjra, a környezetemnek, mert elismerték a munkámat. Azután pedig a szövetségnek, mert úgy érzem, hogy ez a díj a munkám koronája. Köszönöm szépen! A rendezvényen kihirdették a Vajdasági Szép Magyar Könyv 2015 című pályázat eredményét is. A bíráló bizottság az Etna kiadó Celler Kis Tamás Anyamé című kötetét találta a legszebbnek. Az ünnepi műsorban fellépett a Cirkalom táncegyüttes, akiknek a Juhász zenekar húzta a talpalávalót. Az egybegyűltek megtekinthették az Imádkozzál és dolgozzál című előadást is, amelyet Táborosi Margaréta rendezett. Ennyit készítettünk erre a hétre, jövő héten új tartalmakkal várom Önöket, viszontlátásra!